Nagyon rossz állapotban van, a hajdan szebb napokat látott. 1836-ban épült Havas Boldogasszony kápolna Jásztelek határában. Az idősebb lakosok emlékeiben még elevenen él a 2000-es évek elején történt megdöbbentő eset, amikor a templomot kifosztották. Még ma is jól látható a vandálok pusztítása, hiszen a kápolna előtti kereszten hiába keressük a korpuszt, nem találjuk, mert ellopták. Akkoriban a nyomozás nem vezetett eredményre, és valószínűleg már senki nem gondolta, hogy a fontos egyházi kellékek valaha is előkerülnek. Csodák azonban mindig léteznek. Ezt bizonyítja, hogy hosszú idő után kalandos úton az 1937-ben öntött harang szerdán az Amerikai Egyesült Államokból visszaérkezett Magyarországra. Rejti jövezi, hogyan került a világ másik végére az elveszettnek hit liturgikus eszköz, melynek a virtuális térben akadtak a nyomára. Túróczi Lászlóné Edina, a helyi művelődési ház vezetője kezeli a jászteleki egyházközség közösségi oldalát, ahol idén februárban meglepő üzenetet kapott. Ez év februárjában a jászteleki egyházközség oldalára jött egy üzenet egy Amerikában élő magyar hölgytől, hogy egy zárt csoportban, amerikai magyarok zárt csoportjában feltűnt egy harang. Ezen a harangon magyar felirat volt, és kiolvasható volt rajta Jásztelek neve. Ezért kereste meg ő az egyházközséget, hogy mit tudunk ennek a harangnak az eredetétől, hogyan kerülhetett ez ki Amerikába. Akkor kezdtünk mi is kutatásba, és felmerült bennünk, hogy ez lehet az a harang, amit több mint 20 évvel ezelőtt a mögöttünk lévő kis kápolnából loptak el. Akkor több mindent elvittek ebből a kápolnából, feltörték kétszer is oltárképet, az előtte lévő vasszoborról a korpuszt, egyéb szakrális emlékeket. Ezt mindezt megírtam a hölgynek, aki ezek után lázas kutatásba kezdett ő is ott, hogy hogyan, miként lehetett, hogy ez a harangot feltűnt ebbe a régiségkereskedésbe. Ez a hölgy minden lehetséges követ megmozgatott, amihez neki hozzáférése volt, és egy néhány héttel ezután az esemény után felhívott bennünket a külügyminisztérium, hogy egy FBI ügynök jönne a településre, és körbe érdeklődne, hogy mit tudunk erről a harangról. Kijöttünk vele is ide, megnézte a kápolnát, megnézte a lehetséges helyét. Ekkora már azért sok anyag állt rendelkezésre, mert egyúttal kutattunk a harangöntő műhelyébe is. Ezt az eljárást azért a hivatalos szervek végezték el. A rendőrségen sajnos már elmúlt 20 év, és ott már megszüntették a nyomozást, nehezen volt hozzáférhető bármi is. Az Egri Egyház községnél viszont a 90-es években volt egy felmérés, amiben egyértelműen le volt írva, hogy ez a harang akkor még Jásztelek tulajdonában is itt tartózkodott Jásztelken. Ezek után én úgy gondolom, hogy egyértelmű volt, hogyha nem volt kiviteli engedély, akkor tényleg csak valami bűnügy útján kerülhetett ki ez külföldre. És ezt nyomozta ugye az FBI, hogy milyen módon, milyen körökből kerülhetett ez oda. Avatott be a részletekbe Túróczi Lászlóné, aki levelezésbe kezdett a szakrális kellék fotóját felfedező Horváth Mártával. Egyelőre a templomba szeretnénk elhelyezni, a szentélybe, hogy mindenki megcsodálhassa, megnézhesse. Később hát többféle gondolatunk is volt már rá, hogy hová kerülhetne utána. Ide, ebbe a kápolnába, sajnos ez a kápolna olyan rossz állapotban van már, hogy erre egy felújítás, egy megerősítés kellene ahhoz, hogy ide újra ki tudjuk hozni. Valószínűbb, hogy a templom tornyába kerül fel harmadik harangnak, és azért azt szeretnénk, hogyha ha oda kerül, hogy ez a harang az ünnepnapokon, az összetartozás napján, Jásztelek község ünnepnapjain szólalna meg majd. Mondta a művelődési ház vezetője.